Kevesebb mérkőzés vár a Falkó Vulcano Energia KC Szombathely csapatára a Bajnokok Ligájában, ugyanis az Európai Szövetség megváltoztatta a sorozat csoportbeosztását és menetrendjét. A 4-8 csapatos helyett 8-4 együttes alkotta csoportot alakított ki a FIBA. A sárga-feketék az orosz Nizsnyi Novgorod, a spanyol Zaragoza és a lengyel Lublinnal maradtak azonos négyesben. Eredetileg a francia Dijonnal, a cseh Imburkkal, a török Bursával és egy selejtezőből érkező riválissal is összecsaptak volna. Igazából ugye számítottunk rá, hiszen volt erről szó. Ugye ezzel a három csapattal játszottunk volna akkor is, hogyha a nagyobb csoportban vagyunk. Én azt gondolom, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de nem is lett volna, illetve itt a Bajnokok Ligájában minden csapat megérdemeltem van, és minden csapat nagyon jó erősséget képvisel, úgyhogy nyilván ugyanaz a célunk, mint tavaly. Szeretnénk Magyarországot, Szombathely, a Falkót és minden kosárlabda barátot pozitív dolgokkal megajándékozni és elérni. A csapatok a Bajnokok Ligájában körmérkőzést játszanak, így a Falkóra 3 hazai és 3 idegenbeli mérkőzés vár a nemzetközi porondon. A sárga-feketék október 20-án idegenben kezdenek a Nizsnyi Novgorod vendégeként, első hazai meccsüket egy hónappal később, november 18-án játsszák a Zaragoza ellen. A Falkó másik két itthoni BL meccsét januárban rendezik.